A Magyar Diáksport Szövetség idén szeptember 29-én rendezte meg az Európai Diáksport Napja Magyarország című programot, amely hazánkban tavaly közel 1000 iskolát és 250 ezer gyereket mozgatott meg. Ehhez a kezdeményezéshez most a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református két tanítási nyelvű általános iskola is csatlakozott. Az oktatási intézmény udvarán életre hívott rendezvényen a sportnap közös bemelegítéssel kezdődött, amelyet Dovák Dávid vezényelt le egy nagy körben elhelyezkedő diákcsoportnak. Ezután 2017 méteres futás következett az iskola körül, amihez bárki csatlakozhatott. A futás után az udvar igazi akadálypályává alakult át, ahol a kicsik és a nagyok mutathatták meg rátermettségüket. A repülő futás mellett városlábon szögdelés és szlalomozás is szerepelt a kihívások között. Az iskola tornatermében paráscsata alakult ki a kosárlabdások között, akik izgalmas mérkőzést játszottak egymással. A roller és a bicikli sem maradhatott ki a repertoárból, amelyet egy kresszpályán próbálhattak ki a diákok. A füves pályán a gyerekek egy igazán szép sporttal ismerkedhettek meg, mégpedig a krikett szabályain alapuló métával. A sportnap célja az volt, hogy a fiatalok minél több sportprogramban, játékban vegyenek részt. Ha ugyanis a mozgáshoz, a sportoláshoz élmények társulnak, akkor nagyobb eséllyel alakul ki a fiatalokban a rendszeres mozgás iránti igény.